Szalai Zóra 1500 méteres síkfutásban nyert országos bajnoki címet, ő volt az egyik a 33 utánpótlás korú kitüntetettből, akik kiemelkedő sportteljesítményt nyújtottak ebben az esztendőben. A Dombováron idén alakult sportszövetség javaslatára a legkiemelkedőbbek vehették át az elismerést. Szabó Csaba elnök azt mondja, a sportszövetség létrejöttével szakmai kézbe került a sportirányítás a városban, hiszen a város vezetése minden fontos kérdésben a szövetség állásfoglalására hagyatkozik. Ez a sporttal való törődést jelenti a város részéről, tehát a város így az érdemi dolgokkal tud foglalkozni, ami a sporttal kapcsolatos előkészítési tevékenység, az pedig azokra bízza, akik ebbe a témába otthon vannak. Pintér Szilárd polgármester is megerősítette, a sport továbbra is kiemelt fontosságú terület a jövőbeni tervezésben. Nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb beruházás is ezt a cél szolgálja majd. Kiemelt projektként kezeljük a térségi sport és szabadító centrumot, ahol még tovább szeretnénk javítani a sportolási lehetőségeken. Ezek az is kiemelkedő lenne az úszoda, hiszen úszóink is kiváló eredményeket érnek el most a körülmények ellenére is. Nagyon fontos, hogy ez a sportélet aktív és maradjon Dombováron, és mindentől fiatal kapjon kedvet a sportoláshoz. A legutóbbi olimpia bizonyíték arra, hogy vidéken is magas szintű sportélet zajlik, hiszen Dombováról is két fiatal részese volt a játékoknak. A most díjat átvett versenyzők többsége is korosztályának megfelelő válogatott szint közelében teljesít.